Változások léptek életbe a helyvízi egészségügyi ellátásban. Az első számú felnőtt házi orvosi körzet működése augusztus 1-től dr. Szendrődi Miklós főorvos távolléte miatt helyettesítésben biztosított dr. Belák Márk által. Ez a rendelési idő változásával is járt, hétfőn és szerdán a délutáni, míg a hét többi napján a délelőtti órákban várják a pácienseket. Szeptembertől tervezik azonban a megszokott, eredeti rendelési idő visszaállítását. Ezen kívül augusztus elejétől a Hévíz első számú fogászati körzetben is történtek változások. Megkezdte tevékenységét dr. Horváth Marian, Rita fogszakorvos. Itt is némi változás van a rendelési időt illetően. Ez azt jelenti, hogy a hét három napján a betegek a megszokott rendelőben, a József Attila utcai székházban kereshetik fel a doktornőt, a hét többi napján pedig a Szent András Reuma kórházban lévő, a doktornőnek eddig is meglévő szakorvosi rendelőjében, ahol panoráma röntgen is rendelkezésre áll, tehát ezáltal egy kicsit a betegeknek az ellátása is magasabb színvonalra kerülhetett. Augusztus hónap dr. Jobbágy Marian szabadsága alatt a kettes számú fogászati körzet pácienseit is dr. Horváth Marian látja el. A központi intézkedések értelmében a fogorvosi alapellátás igénybevételéhez védettségi igazolvány vagy 48 óránál nem régebbi PCR-teszt és aznap elvégzett antigén gyors teszt megléte szükséges. Fontos, hogy az egészségügyi központban elérhető bármely rendelés igénybevétele esetén szükséges az időpontfoglalás, továbbra is kötelező a maszkviselés és a kézfertőtlenítés.